Ünnepi könyvhét és gyermekkönyvtári napokat rendez a Móri Zsigmond Városi Könyvtár. Mettől meddig fog tartani ez a rendezvény, és milyen programok lesznek? Az ünnepi könyvhét egy egyedülálló kulturális rendezvénysorozat. Évről évre egyre nagyobb sikerrel és népszerűséggel, immár több évtizede. Ebből az alkalomból a könyvtárunk vendége lesz június 7-én 17 órakor Andrei Judit, akinek a neve ismerősen csenghet, a televízió képernyőjéről ismerhetik nagyon sokan. Több mint húsz éven keresztül dolgozott a televízióban, mint bemondó, szerkesztő, és szinte családtagjává vált az országnak. A húsz év alatt olyan népszerű műsorokban működött közre, mint a TV híradó, az Ablak, a Homokóra, a Gólya hír. És sok más egyéb műsort említhetnénk még, valamint dokumentumfilmnek a szervezésében, szerkesztésében is részt vett. Azon kívül sikeres üzletasszony 98-ban a televíziózást hátrahagyva könyvkiadásba és könyvírásba kezdett, az eltelt idő alatt hét könyve jelent meg, valamint korhatártalanul névre keresztelt programján keresztül hirdeti, hogy 50 fölött is tartalmas, aktív és szép lehet az életünk. Ennek a titkát szeretnénk megfejteni egy kis beszélgetéssel. Június 8-án könyvemutatóra kerül sor, Mezőváros új szerepben címmel jelent meg egy tanulmány kötet, Forrai Er Katalin, Kozma Tamás és Molnár Ernő szerkesztésében. Június 8-án 17 órakor a szerkesztőkkel fog beszélni Berceliné Boldog Mária nyugdíjas könyvtár vezető. Június 12-én a gyermekkönyvtár vendége lesz Kasovic László, mesemondó, meseíró, népi rimfaragó. Pamacs és burkus címmel egy interaktív foglalkozásra várjuk az ovisokat és az alsós diákokat. Délelőtt 9 órától 15-ig több, turnus, több turnusban fognak a gyermekkönyvtárba látogatni az iskolás csoportok. Június 14-én 17 órakor láthatatlan Kolumbia, amiről az könyvek nem beszélnek címmel, vaséva vetítéssel egybekötött előadására fog sor kerülni. Vaséva mezőtúron született, és itt él jelenleg a családjával. 2005-ben lehetősége nyílt egy fél évet Kolumbiában tölteni, ahol az amazóniai indiánok között mítoszokat, legendákat gyűjtött, fotókat készített, és ezt egy kötetbe rendezte. Drog Gerilla Kolumbia címmel egy e-book jelent meg, amelyben a gerilla szervezetekkel vívott polgárháborúról olvashatunk. Dzsungel háború, legendás, hősök, túszejtő akciók, ezekről mind hallhatunk majd az előadáson. A könyvtár minden rendezvényére nagy-nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket.